Tour Fesztivál és Túrivásár Mezőtúr augusztus 10-től 15-ig. Ingyenes szabadtéri mozi, kirakodóvásár, gyermekprogramok, koncertek. Itt lesz a Geszti Best Of, Piramis Zenekar, az Esti Kornél, Dalos Bogi, László Attila, Lázár Tesók, Fortissimo és még sokan mások. Újra a régi helyszínen, Mezőtúr belvárosában. Artúr Fesztivál és Túrivásár Mezőtúr augusztus 10-től 15-ig. Tisztelt jelenlévők, kedves partnereink! Mezőtúrváros önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Nevében köszöntök minden kedves megjelentet, sajtómunkatársat, televízió nézőt, rádió hallgatót mai sajtótájékoztatónkon. Köszöntöm Herceg Zsoltot, Mezőtúrváros polgármesterét, és köszöntöm Bordács Lászlót, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét. A mai témánk az Artúr Fesztivál és Túrivásár. Mezőtúr egyetlen összművészeti fesztiválja az Artúr Fesztivál, és a legnagyobb múlttal rendelkező eseménye a Túrivásár csalogatja az érdeklődőket városunkba 2021. augusztus 10 és augusztus 15 között. Nagy öröm ez számunkra, hiszen 2020-ban kénytelenek voltunk lemondani az eseményekről, viszont ebben az évben is garantált a rendezvényünk sokszínűsége. Újdonság ez évben, hogy a Túrivásár visszakerül a régi helyszínére, a belvárosba. Elsőként felkérem Herceg Zsolt urat, Mezőtúrváros polgármesterét tájékoztatójának megtartására. Köszönöm szépen. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit és a mellettem ülő kollégáimat. Amit Márti is elmondott, egyrészt azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon örülök annak, hogy az idei évben sor kerülhet, meg tudjuk rendezni ezt a nagyszerű eseményt, hiszen a városunk hagyományainak a megőrzése, az értékeinknek a továbbadása szempontjából is rendkívül nagy jelentőséggel bíró eseményekről beszélünk, mint az Artúr Fesztivál, mint a Túrivásár tekintetében. Tehát most a pandémia úgy tűnik, hogy nem szól közbe, és ez nagyon bízom abban, hogy a következő években is így lesz, tehát ezt mindenképpen hangsúlyozni szerettem volna. A következő, amit fontosnak tartok én is elmondani, az, hogy új helyszínen, már ami a Túrivásárt illeti és a hozzá kapcsolódó kulturális eseményt, és hát én azzal toldanám meg ezt az információt, hogy nyilvánvalóan a rendezőknek, a szervezőknek a mindenkori járvánnyal kapcsolatos jogszabályi előírásokat kötelező betartani. Nyilvánvalóan mi is így fogunk eljárni. A mai napon ugye azt tudjuk mondani, hogy a Túrivásárt, magát a vásárt azt ugye meg lehet rendezni szabadon, tehát védettségigazolvány nélkül, de a nagy színpadunk az egy mobil kerítéssel körbe lesz kerítve, tehát ami a vásárnapjára ugye vonatkozik, és azon túlmenően is, hogyha van rajta program, akkor nyilvánvalóan védettségigazolvánnyal lehet arra a területre belépni. Egyébként ugye kívülről az utcáról is a kerítés jellegéből fakadóan nyilvánvalóan hallhatóak lesznek az előadások, sőt láthatóak is lesznek. És hát nyilvánvalóan számos helyszíne van még az Artúr Fesztiválnak, ahol mindenkor igazodunk a jogszabályi előírásokhoz, tehát nyilvánvalóan azt maradéktalanul betartjuk. Amit még el szeretnék mondani, az, hogy szeretnék köszönetet mondani elsősorban a kollégáimnak, a Közművelődési és Sport Kft. Vezetőjének, Bordás László úrnak, illetve Bodor Mártinak az áldozatos munkáért, és hát természetesen a többi itt dolgozó kollégának is, minden szervezőnek, mindenkinek, aki a szervezésben akármilyen módon a munkájával hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény sikeres lehessen. És hát nyilvánvalóan szeretnék köszönetet mondani a támogatóknak is, akik bármilyen módon támogatják ezt az eseményt. Én arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön el, nézze meg ezeket az előadásokat, vegyen részt a vásárban, hiszen ugye ahogy elhangzott az elmúlt évben, ez sajnos az életünkből kimaradt, és most egy nagyszerű jubileum következett volna be az idei évben, hát ma jövőre pótoljuk.
és hát minden mezőtúrit, és hát nyilvánvalóan csak úgy, mint mindig, a vidéki településekről az érdeklődőket is nagyon nagy szeretettel várunk ide mezőtúra azon a napon. Az önkormányzatunk egyébként majd a megrendezés után a megszerzett tapasztalatok alapján fogja meg a döntését meghozni, hogy a következő évben, 2022-ben maradjon ez a helyszín, vagy esetleg változtassunk. Nyilvánvalóan az elmúlt években elhangoztak vélemények pro és kontra a két helyszín javára és azok ellen. Hát most akkor meglátjuk, hogy 10 év után durván akkor ide visszahozzuk erre az eredeti helyszínre. Én minden tisztelt érdeklődőnek nagyon jó szórakozást kívánok erre a hétre, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a kollégáim áldozatos szervező munkáját. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük, polgármester úrnak. Idén is szerepel filmvetítés, népzene, komoly és könnyű zene, valamint gyermekprogram rendezvényeinken. Bemutatkoznak városi, helyi csoportok, előadók, valamint országosan ismert előadók is. Hangsúlyozandó, hogy minden pontja a rendezvényünknek ingyenes. Az új helyszín viszont új útzárat is jelent, és felkérem Bordács Lászlót, a Mezőtúri Közművelődési és Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, mondja el az Artúr Fesztivállal és Túrivásárral kapcsolatos tudnivalókat, ismertesse a főszervező szemszögéből a rendezvényeket. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm én is a média megjelent munkatársait, valamint a kedves televízió nézőket is. Ahogy az már korábban is elhangzott, nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy ebben az évben meg tudjuk rendezni mind a fesztivált, mind pedig a túrivásárt. A fesztivál, az Artúr Fesztivál augusztus 10 és 14 között fog majd városunk különböző pontjain megrendezésre kerülni, és augusztus 15, az pedig a túrivásár, mondhatom úgy is, hogy a régi új helyszínen kerül majd megrendezésre. A programok összeállítása során, ugye itt azért azt tudni kell, hogy az év elején még nem tudtuk azt, hogy hogyan is alakul majd a járvány veszélyhelyzet. Tehát a megrendezés kapcsán azért készültünk, néztük azt, hogy az adott napokra milyen zenekarokat, fellépőket fogunk majd hívni, és hát természetesen ez akkor élesedett be, amikor már tudtuk azt, hogy biztonsággal és bizonyosan, hogy a fesztivált meg tudjuk szervezni és meg is tudjuk rendezni. Hát a programok összeállítása során, ahogy Bodor Márti kolléganőmtől már az imént is elhangzott, úgy kerültek összeállításra mind a helyszínek tekintetében, mind pedig az érdeklődési köröket figyelembe véve, hogy legyenek benne gyermekprogramok, zenei műsorok, előadói est, kiállítás, illetve olyan szabadtéri koncertek is, amelyek mind könnyűzenei, mind pedig más stílusokat is igyekeztünk megjelentetni a palettánkon tulajdonképpen. Hát a keddi napon itt veszi kezdetét a Jurtateremben a fesztivál, egy megnyitóval és egy kiállítás megnyitóval. Ezt azért szeretném kiemelni és külön hangsúlyozni, mert itt most más fajta kiállítás és kiállítás megnyitó lesz tulajdonképpen, ugyanis fiatalokat szeretnénk bemutatni a kiállítás keretein belül. Én bízom benne, hogy a kiállításra biztos, hogy tekintettel arról, hogy mezőtúriakról van szó, de ezt majd megkérem majd Bodor Márti kolléganőmet, hogy erről majd néhány szóban bővebben is beszéljen. És ahogy mondtam is, itt akkor megkezdjük a fesztivált. A rákövetkező napokon, szerdán, csütörtökön és pénteken, valamint szombaton a városunk különböző pontjain, a Túri Fazekas Múzeumban, Katolikus Templomban, Református Templomban, itt ahol vagyunk a Közösségi Házban, lesznek majd programok, valamint a pénteki és szombati napon, akkor pedig már a fesztiváltérre is várjuk majd a rendezvényre látogatókat. És hát ahogy haladunk a hétvége felé, pénteki és szombati napon, ahogy már korábban is szó volt róla, a fesztiváltér is már, hát hogy így mondjam, már működni fog. És a szombati napon akkor pedig hát most mondhatom így, hogy a régi szokásoknak megfelelően délután 1 órától fog életbe lépni az útzár,
amely a 46-os útnak a, hát most így mondom, hogy a mezőtúriként, hogy a Spár és a Spáten közötti terület kerül lezárásra. A lezárással kapcsolatosan, illetve magukat a zárási csomópontokkal kapcsolatosan a Mezőtúr és vidékében, a Mezőtúri Városi Televízióban tájékoztattuk a lakosokat, valamint külön szórólapokat is eljuttattunk a lezárt területen belüli üzleteknek, amelyben, hát ő ezt mondhatom, hogy heti rendszerességgel, amelyben szintén tájékoztatjuk őket is, hogy a nyitva tartás, árufeltöltés, az üzlet megközelítése tekintetében vegyék azt majd figyelembe, hogy az útzár hát működését követően tulajdonképpen hát majd nyilván másként tudják akár a vásárlók, akár pedig az ott dolgozók a boltot megközelíteni, illetve hát a boltok elhagyása az tehát kifelé lehet menni az útzárból, de befelé nem szeretnénk, hogyha lenne mozgás. Tekintettel arra, hogy egy régi rendezvényt kívánunk szintén feleleveníteni majd a augusztus 14-i hétvégén, amely pedig nem más, mint a Túrikupa utcai futóverseny, de majd erről is bővebben Bodor Márti kolléganőn fog majd beszélni. És hát akkor ugye elérkezünk a vasárnapi naphoz, ahol pedig a szombatról vasárnapra viradóra évféltől újra várjuk majd mindazon árusító partnereinket, akik a túri vásárt kívánják színesíteni a portékáikkal. A jelenlegi jelentkezések alapján, hiszen ugye itt is nyilván egy hosszú folyamat végére fogunk érni jövő héten vasárnap, ami azt jelenti, hogy azért a jelentkezési lapokat ebbe az évbe is kiküldtük tavasszal az árusító partnereinknek, amelyben jeleztük szándékunkat, miszerint augusztus 15-én megkívánjuk rendezni a túri vásárt, természetesen abban az esetben, hogyha azt a járványügyi szabályok lehetővé teszik. Ez tulajdonképpen ugyanígy történt tavaly is, csak annyi különbséggel, hogy most ebben az évben meg tudjuk rendezni a vásárt. Tehát ugye az árusok jelentkeztek a vásárba, akik jövő héten majd ide érkeznek, és éjféltől, szombatról vasárnapra viradóra éjféltől foglalhatják majd el a számukra előre kijelölt helyeket, amely a Dózsa-György úton lesz. A vásárnak és tulajdonképpen az egész hétnek elengedhetetlen részét képezi a vásári forgatagban például a Vidán Parknak is a jelenléte. Ez ugye az elmúlt években kint a víztorony alatti területen volt, most viszont szintén így mondom, hogy a régi helyére hozzuk vissza, amely nem más lesz, mint a főiskola parkolója. Úgyhogy azt tudom, hogy nagyon sokan, amikor még itt volt bent régen a vásár, akkor nagyon sokan várták azt, hogy már hétfő keddi napoktól is már a mutatványos, vagy hát a Vidán Parkos tulajdonképpen már működött úgy, hogy hát már kicsit hozta közénk a vásári hangulatot, és magát azt, amit nekünk is szervezőknek ez az egész rendezvény jelent, meg hát nem csak nekünk szervezőknek, hanem a város lakosságának is. Tehát a Vidán Park az a főiskola előtti területen lesz majd, és a színpadot azt a Földvári útnak a főiskola csarnoka és kollégiuma felőli füves fás területre fogjuk elhelyezni. Ahogyan az polgármester úr is elmondta, az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően lehet majd ott a látogatóknak helyet foglalni. Lesz egy elkerített terület, amely védettségi igazolvánnyal lehet majd belépni, illetve a területen kívül ott pedig igazolvány nélkül lehet majd részt venni a programon. Az útzárral kapcsolatban én köszönöm szépen előre is mind az üzleteknek, mind a lakosságnak a megértését, és azt, hogy ebben az időszakban tulajdonképpen hát másfél napról van szó. Én azt gondolom, hogy egy város életében, főleg úgy, hogy ugye maga a vásár is visszakerül ide erre a helyre, meg vasárnapi napra is esik. Meg hát tulajdonképpen már nagyon vártuk azért azt, hogy lehessen programokra menni, találkozni barátokkal, ismerősökkel, vagy akár a rokonok is, ezt tudjuk, hogy a túri vásár és a művészeti napok Artúr Fesztivál időtartamára nagyon sokan tartogatták ilyenkor a szabadságot, és ilyenkor jöttek haza mezőtúra, tehát több szemszögből is nagy lesz
a rendezvényeknek a, mind a látogatottsága, mind pedig a maga az a kedv, amellyel majd a lakosság ezt fogadni fogja. Tehát köszönöm szépen a lakosságnak is azt, hogy, hát, hogy így mondjam, hogy, a, hogy az útzárat tűrni fogják. Ki lesznek téve majd terelőtáblák is, hiszen nem csak Mezőtúrról érkeznek ide hozzánk, hanem vidékről is, más városokból. Hát valamint valamilyen szintű kamion közlekedés is lehet itt, azért azt is biztosítani kellett, hogy, a, hogy olyan terelőutat kijelölni, amelyen a kamionok az útzárat tulajdonképpen meg tudják kerülni. Augusztus 10 és 14 között az Artúr Fesztiválnál inkább és javarész délután, illetve esti programok lesznek. A Túrivásárban viszont egész napos programokkal fogjuk majd várni a hozzánk látogatókat. Lesz főzőverseny is. Itt is már most mondhatom azt, hogy nagyon sokan jelentkeztek a főzőversenyre is, tehát ebből is látszik az, hogy, hogy várják a, az emberek a programokat. És nyilván vannak itt is támogatók, akik a rendezvényt támogatják. Hát a Túrivásár az, amely a legnagyobb fokú összefogást hozza magával a városunk tekintetében, mind a cégek, magánszemélyek, civil szervezetek, akár olyanok is, akik műsorral lépnek fel, vagy, vagy valamilyen formában támogatják mind a fesztivál, mind pedig a Túrivásár megrendezését. És itt szeretném megköszönni a kollégáimnak is az eddig elvégzett munkát, az elmúlt évek munkáját, amelyet mind a vásár, mind pedig a fesztivál nem csak megrendezésében, hanem a szervezésében, a lebonyolításában is nyújtottak. Mi is izgalommal várjuk azért az új helyszínen, a régi új helyszínen, mind a vásárt, mind pedig az Artúr Fesztivált, de bízunk abban, hogy maximálisan ki tudjuk majd szolgálni mind a látogatók, mind a fellépők, mind pedig a, hogy így mondjam, a rendezvény és a vásár igényét. Várunk minden kedves látogatót. Kérem azt, mind a mezőtúriaktól, mind a vidékiektől jöjjenek el, látogassanak ide hozzánk augusztus 10 és 15 között. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, és köszönöm szépen a szót, illetve még a támogatóknál még azt el szeretném mondani, hogy Mezőtúrváros önkormányzata ebben az évben is támogatta mind a vásár, mind pedig a fesztivál megrendezését, úgyhogy én szeretném megköszönni Herceg Zsolt polgármester úrnak a támogatását, valamint a Mezőtúrváros önkormányzatának is a támogatását. Köszönöm szépen a szót! Nagyon szépen köszönöm Bordács László ügyvezető úrnak a tájékoztatását. A programokról röviden szeretnék két mondatot megemlíteni. Ugye a kiállítás megnyitóval most egy tényleg egy új szemszögöt szeretnénk adni a rendezvényünknek. Nagyon sokszor bemutatjuk a régóta alkotó mestereket, művészeket. Most viszont szeretnénk azoknak, azokat is buzdítani, akik fiatalak, mondjuk általános iskolában már alkotnak, hogy mutassák meg nyugodtan azokat, amiket ők készítenek, hiszen azok is nagyon nagy értéket képviselnek. Így lesz ez a kiállítás megnyitóban, amikor a három kiállító lány, Csorbai Bolya, Fazekas Anna és Fazekas Flóra fog kiállítani, akik a Rákóczi úti általános iskola végzős tanulói is, úgyhogy várjuk ide őket sok szeretettel. Egyébként közreműködik Bán Lőrinc, szintén mezőtúri. Rendezvényünket ugye mezőtúron tartjuk, nem csak mezőtúriaknak, viszont számos mezőtúri alkotóval és művésszel. Énekes és táncos csoportok is fel fognak lépni, valamint olyan zenekar, mint például az Esti Kornél, akik mezőtúrról indultak, és most már nagyon nagy színpadokon játszanak, úgyhogy köszönjük nekik, hogy eljönnek ide mezőtúra. Engedjék meg, hogy néhány szóban a Túri Kupa utcai futóversenyre hívjam fel a figyelmet, amelyet ügyvezető úr már megemlített, hogy 2015-ben került legutóbb megvalósításra, és most az idei évben úgy gondoltuk, hogy ezt a nagymúltú eseményt is meg szeretnénk valósítani mezőtúr szívében itt a belvárosban, hiszen most a Túrivásár visszahelyezése ennek lehetőséget ad.
A főszervező csapatban benne van Bagdán Sándor, Barta Gyula és Uzsoki János, és segítőként Balkó Péter. Ugye az első három személy volt az, aki a korábbi években felkarolta, kitalálta és megvalósította a programot. Ők most segítik munkánkat, úgyhogy az ő nevük már garancia arra, hogy sikeres lesz rendezvényünk. Bár nem vagyunk könnyű helyzetben így a Covid után, mert országosan elmondható, hogy a 100-ból mindössze 60-50% az, aki részt vesz egyéb rendezvényeken. Mi ezt elfogadjuk, de nagyon nagy örömmel és nagyon nagy odaadással várjuk rendezvényünket. A távokról, valamint a korcsoportokról bővebben érdeklődhetnek a www.turikupa.hu oldalon. Itt a nevezési feltételeket is megtalálják. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy egy családi eseményről beszélünk, így hogyha a családfő mondjuk családdal érkezik, aki fut, a gyermekeket trambulin és légvár fogja várni, illetve az Arthur Fesztivál programja is biztosítják a kikapcsolódást. A verseny speaker egyébként Horti Gábor, sportújságíró, sportkommentátor lesz. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ő ellátogat ide mezőtúra. Állítása szerint, és mi hiszünk nekik, mezőtúra szívecsücske, és egyébként megyei személyiségről van szó. A főzőverseny kapcsán azt szeretném megemlíteni, hogy ide is várjuk még mindig a jelentkezéseket. Az ételek elkészítéséhez kizárólag palackonként egyetlen gázégő használható, ez nagyon fontos. Jelentkezni lehet a közösségi ház telefonszámán, az 56-350-299-es telefonszámon, valamint Pete Lajos kollégánknál a 0670-673-010-es telefonszámon. És itt is meg kell említenem a főzőverseny zsűriét, hiszen Vombert Frigyes lesz a zsűri elnöke, őt bizonyára többen ismerik már különböző tévéműsorokból, vagy akár főzőversenyről. A zsűri tagja Rácz Turkevei Lajos és Fási Sándor lesznek, úgyhogy várjuk a jelentkezéseket mindkét versenyünkre. Az idei évben is, bár programfüzetet nem készítettünk, de egy részletes szórólapot igen, amelyet feltöltöttünk a weboldalunkra, a Facebook oldalunkra, és kinyomtatott formában is megtalálják a mezőtúrváros több pontján. Ebben benne van minden egyes nap bontása. És hát végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni támogatóink és partnereink segítségét. Köszönjük, hogy hírét viszik eseményünknek, és csalogatják velünk együtt mezőtúra a látogatókat. A www.mkskft.hu, illetve a www.mezőtúr.hu weboldalakon minden információt megtalálnak, de természetesen bármely telefonszámon, amin elhangzott, állunk rendelkezésre bármely kérdés esetén. Fesztiválozzunk együtt augusztus 10-től 14-ig, és túrivásározzunk augusztus 15-én mezőtúron. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen polgármester úrnak és ügyvezető úrnak a tájékoztatót, köszönjük szépen, viszontlátásra!